Belehalt sérüléseibe egy 9 éves kislány, és ezzel 3-ra emelkedett a hétfői angliai késelés halálos áldozatainak száma. A Liverpooltól nyugatra fekvő Southport üdülővárosban egy lányokból álló tánccsoportra támadt egy 17 éves fiú késsel. A rendezvényt 6-11 év közötti gyerekek számára tartották, Taylor Swift témájú tánc, jóga és karkötőkészítő programmal. Még hétfőn, a támadás napján elfogták a gyanúsítottat, de még mindig nem közölték, hogy a kamasz fiú miért követte eltettét. Egy 6 és egy 7 éves kislány volt az első két áldozat, 8 gyermek és 2 felnőtt életveszélyesen sebesült meg. Közülük halt meg kedden a harmadik áldozat. A rendőrség nem kezeli terrortámadásként az esetet, és óvaint a találgatásoktól. Brit sajtóértesülések szerint a támadó fiú a Walesi fővárosban Cardiffban született, ruandai bevándorlók gyermekeként. A támadás után reagált a rendezvény tematikájának középpontjába állított amerikai énekesnő is. Taylor Swift azt nyilatkozta, hogy amióta hallotta a hírt, csak a tragédiára tud gondolni.